Ez pedig a Requiem egy álomért című Darren Aronofsky film, amely 100 percen keresztül borít ki titeket 2000-ből. Azért csodálatos film, mert elindul valahonnan, és az egy viszonylag nyomasztó, ám de félig meddig még majdnem hétköznapinak mondható helyzet, és ez egy kicsit nyomasztóbb lesz, aztán egy picit még nyomasztóbb lesz, aztán egyszer csak, aztán egyszer csak sokkal nyomasztóbb lesz, és akkor még hol van a mély? És aztán pokolian nyomasztóvá válik, és aztán elviselhetetlenül rettenetesen szörnyűségessé válik, és még mindig nincs vége. Én azt ajánlom nektek, hogy csak akkor nézzétek meg ezt a filmet, hogyha jó lelkiállapotban vagytok, mert utána nem lesztek abban, és nem garantálok nektek semmit, hogyha mondjuk egy ingatag, labilis pszichés állapotban vágtok hozzá ehhez a 100 perchez, ami keresztül rángatni, rugdosni fog titeket ez a rendező. Szerintem akkor is nézzétek meg, ha esetleg ne nézzék meg gondotok van az ivással, vagy a heroinnal, vagy valami drogokkal, de igen, úgy érzitek, hogy kicsit még szúrnátok egy kis heroin, de nem tudom, hogy igazából jó ötlet lesz. Vagy hogyha úgy érzitek, hogy a drogokkal kapcsolatban ti nagy vonalúan jártok el, úgy gondoljátok, hogy ti uraljátok a saját életeteket, és úgy gondoljátok, hogy ebből nem lehet gond. Úgy igen, esetleg egy jó kis drogügyletre, vagy drogügyleten töritek a haverokkal a fejeteket, hogy vesztek mondjuk egy fél kiló ezt, meg azt kicsit le, kicsit kiszórjátok. Kiszórjátok, ebből meggazdagszatok, abból lesz ez meg az, mert felmutatja ez a film egyébként szerintem tökéletesen hihető módon, hogy hogy lehet A pontból B pontba jutni, és A pont az mondom a hétköznapi élet, B pont a pokol, és a kettő között van egy ilyen nagyvárosi, pár nagyvárosi fiatalnak a vagy New Yorki, Brooklyni fiatalnak a nem törődöm lezser élete, amiben így cuccozgatnak, el vannak, jó zenék vannak, meg repülő, a papírrepülőket dobálnak az épületek tetejéről. Tehát így nem, nincs nekik semmi gondjuk az élettel, nincs nekik semmi tervük az élettel, csak nagyon-nagyon pokolian megszívják. És itt van egy édesanya, aki egy másik síkra emeli ezt a filmet, mint a szokásos drogkarrier filmek. Mert sok drogkarrier filmet láttunk már, de a bűntudatnak olyan mélységeiben nem tud lezúdítani egy sem, mint a Requiem egy álomért. És ez az Ellen Burstyn által játszott Sarah Goldfarbnak köszönhető. Nyilvánvalóan Oscar-díjat kellett volna adni ezért az alakításért. De még mindig úgy beszélünk az Oscar-díjról, mintha az Oscar-díj valamit is jelentene, mintha az valaminek a non plus ultrája lenne, mintha mi benyalnánk ezt a propagandát, hogy Oscar-díjat. Nem az Oscar-díjat. Nagyon helyes, hogy ez a film nem kapott Oscar-díjat, és nagyon helyes, hogy Ellen Burstyn nem kapott Oscar-díjat. Kapja csak az Oscar-díjat Brad Pitt a legújabb aktuális filmjéért, a Benjamin Button különös életéért, jó? Ne ez a film kapja, jó, ha egy mód van. Igazad van, rendben. Túl jó ez a film az Oscar-díjhoz. Szóval, ha éreztetek már életetekben bűntudatot, vagy ha éreztetek már életetekben olyan irdatlan, nyomasztó, jóvá tehetetlen bűntudatot belül, akkor fogalmatok nincsen még mindig arról, hogy ez a film mit tartogat a számotokra. Hozzuk létre együtt a tökét! Öröki a szó! Mindez örök szolgáltatják! Köszönöm! Megvan a nyertes? Megvan a nyertes! Akkor megvan a nyertes! Megvan a nyertes! Első nyertesünk egy washingtoni légikísérő. Kérem, üdvözöljék! Mary Kellington! Gratulálok! Harold, könyörgök, csak a tévét ne! Ugyan, mama! Ne csináld ezt! Nem olyan nagy ügy. Tudod jól, hogy pár órán belül úgyis visszakapod. Most mit kelted itt bennem a bűntudatot? Jézus, mi a fenét akarsz? Hogy törjem össze a saját anyám tévéjét? Vagy a radiátort? Vagy röpítsem levegőbe az egész házat? Halljuk, ezt akarod? A saját fiattól a te húsod a te véred? Az Isten szerelmére, miért csinálod mindig ezt velem? Hidd el, nem tenném. A lánc nem miattad kell, hanem a betörők miatt. Akkor miért nem jössz ki? Látod, mindig ez a vége. Folyton csak feldühítesz. Mama. Mama. Gyere ki, kérlek szépen. Csözd meg. Ez nem lehet igaz. És ha mégis megtörténne, akkor sem lesz semmi baj. Úgyhogy ne aggódj, Seymour. Minden megoldódik.
Majd meglátod. A végén minden jóra fordul. Három fiatalnak, Harrynek, Marionnak és Tyronnak a drogkarrierjéről szól ez a film. Harry és Tyron, ők heroinisták, Marion kokainista. De ami elemeli a szokásos drogkarrierfilmek mezőnyéből ezt a filmet, és egy igazán brutális drámává teszi, az Sarah Goldfarb, a Harry édesanyja, aki pedig amfetaminista lesz. Hogy lesz egy ilyen 60 év körüli asszony amfetaminista? Hát honnan szerező amfetamint? Hát talán az orvos fölírja neki az amfetamint? És miért írja, és miért írja fel neki? Miért ír föl orvos amfetamint? Hát lehet, hogy azért, mert le kéne fognia. Van egy kis súlyfölöslege. Miért kéne lefogynia? Miért zavarja, hogy súlyfölöslege van? Lehet, hogy azért, mert valaki fölhívta őt a tévéből, és megígérte neki, hogy szerepelhet a tévében, ő pedig szégyeli magát. Nem csak a tévében, a kedvenc showjában, Tepi Tibbonsnak a showjában, aminek mi is a címe? Choose by Tepi. A tombolás hónapja? Értelmetlen, nem derül ki, hogy miről szól a show egyébként, de talán pont ettől jó, mert az derül ki, hogy nem szól semmiről. Tehát egy klasszikus olyan tévéshow, ami csak úgy van, és az emberek függnek tőle. Igen, de imádják Tepit valamiért, nem tudni miért, de Sarah Goldfarb is imádja Tepit, és meg akar felelni Tepinek minden áron, és az ő fejében az a képzet él, hogy ő akkor lesz boldog, amilyen annak idején volt, amikor még élt a férje, hogyha majd bele tud bújni a piros ruhájába. Ez a piros ruha, ez mindent jelent, a mindenséget jelenti Sarah Goldfarbnak, ha ő a piros ruhába belefér, és ott lesz a tévében Harryvel, és őt szeretni és ünnepelni fogják, ez az igazi amerikai álom. Akkor újra boldog lesz, akkor visszanyeri azt a boldogságot, amit valahol útközben elveszített. De ehhez bele kell férni ebbe a ruhába, és ezért elkezdi szedni ezeket az amfetamin alapú. Amiről nem tudja, hogy mik, ők csak azt tudja, hogy az egyik narancssárga, a másik zöld, a harmadik kék, és szedi őket, ahogy az orvos mondta. Az orvos egyébként nem fordít túl nagy figyelmet arra, hogy mondjuk, melyikből hogyan mit is. Mondjuk rá se néz a paciensére, Sarah pedig szedi ezeket, hogyha el lehet képzelni a legnyomasztóbb junkizmust, akkor az a junkizmus, amelyben nem is tudod magadról, hogy junki vagy. Tehát gyakorlatilag megőrülsz, mert hogy igazából egy drogos élményt egy őrülettől azt különböztet meg, hogy a drogos élményben megvan az a kapaszkodót, hogy tudod, hogy mit szedtél, tudod, hogy meddig hat, tudod, hogy elmúlik. De hogyha az életed egyik napról a másikra egyszerűen megváltozik, és te ezt nem tudod hova tenni, nem tudod mihez kötni, nincsen meg a kapaszkodód, akkor kicsúszik a lábad alól a talaj, a pszichéd elborul. Ott kezdődik a probléma egyébként az asszonynál, az anyánál, hogy
Ugye hát a szervezet toleranciát alakít ki az amfetaminnal szemben, ezért egy idő után már nem érzi azt a feldobódottságot, azt a pörgést, mint amit az elején érzett. Az orvos viszont erre úgy reagál, némi közönnyel nem foglalkozik vele, ezért a Sarah Goldfarb elkezdi a tablettákat így össze-vissza dobálni. Tehát, hogy így bevesz 2-3-at, a végén már beveszi mindet egyszerre, mert hogy az egyik az ugye felpörgeti, de hogy éjszaka tudjon aludni, azért van egy altató is a rendszerben. Na most ő ezeket már egyszerre szedi, tehát itt van az, amikor teljesen elborul végül is a rendszere. És ő ugyanolyan drogos, mint a fia, a fiának a barátnője és a fiának a barátja, csak ő még azzal is súlyosbítva, hogy tévéfüggő is egyben. Tehát ő neki a világot gyakorlatilag a tévé jelenti, és a tévében megfogalmazott amerikai álom az, ami az ő agyába is befészkelte magát, aminek annyira meg akar felelni, hogy gyakorlatilag az életét dobja oda érte. Mert a gyerekeknek legalább nem nagyon vannak álmaik, tehát a fiatalok azok igazából csak úgy drogoznak. Az anya meg kergeti az álmait. Mit akar ez a nő az élettől? Valahogy mindent elveszített, valahogy mindenki csúszottak ezek közül. Miért zseniális rendező Darren Aronofsky? Azért, mert képes arra, hogy te benned ne csak a saját sorsoddal kapcsolatos félelmet és szorongást, hanem a szülőkkel kapcsolatos bűntudatot, az elvárásoknak, a szülői szeretetnek, meg annak a ragaszkodásnak, annak az intimitásnak, amiket mind-mind tőle, az anyádtól tanultál, ennek az alapjait rendítse meg benned ezzel a filmet. Sőt, az egész rendszerbe vetett hited alapjait is megrengeti, hiszen amikor a film második utolsó harmadában teljesen összeomlik mindannyiuk egzisztenciája és élete, és tökéletesen leszűkülnek a lehetőségek és kilátásaik, akkor látjuk azt, hogy mit él át az, aki az amerikai álom hétköznapjaiból kicsúszik, kiszorul a perifériára, ahol már senki nem fogja meg a kezét, ahol aztán működik a daráló. Ahol egy dzsungelben van. És ott jön az igazi, brutális rombolás egyébként. Tehát ott van az, ahol már nem menti meg őket senki. Akkor már jön a kényszermunka, a megaláztatás, a prostitúció, az elektrosok, a kényszergyógykezeléstől elkezdve az amputáláson keresztül az lelki, érzelmi, pszichés, egzisztenciális nyomorúság legmélyebb körei. Az igazi földi poklot ez a film képes megidézni számotokra, kedves hallgatók, ezt higgyétek el. És egyébként mindezt úgy, hogy közben azoknak, akik ezzel kapcsolatban veszélyeztetettek, mondjuk a fiatalok, akik belesodródhatnak könnyelmű droghasználat révén ezekbe a problémákba, azok számára tökéletesen emészthető, nagyon cool, nagyon fine stílusban adja elő. Tehát olyan a film, hogy ha nem lenne ilyen üzenete, akkor még akár bizonyos pontjain még a drogozás mellett kifejtett propaganda is lehetne akár. Nem a film a beteg, a világ a beteg, írja a kedves SMS író. A Requiem zseniális, gimiben kötelezővé tenném. Pontosan erről beszéltünk idefele jövet az autóban, hogy ha drogprevencióról van szó, akkor egyszerűen ezt kell játszani. Tehát, hogy nem magyarázni kell egy hiteltelen rendőrnek, vagy egy osztályfőnöknek olyasmiről, amiről semmi fogalma nincsen. Be kell rakni ezt a filmet az osztálynak, gyerekek, nézzétek meg, és utána beszélgessünk arról, hogy milyen élményeket keltett bennetek, mert ez az a film, ami után az embernek nem támad kedve szerintem nagyon egy darabig drogozni. Hát erre van némi esély. Én is azt gondolom, hogy rá lehet bízni Aronofsky bácsira, aki tudja, hogy miről beszél.
Következő nyertesünk elbűvölő személyiség. Egyenesen Brighton Beach-ből, Brooklynból. Kérem fogadják lelkes ovációval Mrs. Sarah Goldfarb! Örömmel közölhetem, hogy ön megnyerte a fődíjat! Ó, Istenem! Hadd mondjam el, mi az? A fődíj egy bájos mosoly és egy saját vállalkozás. Épp most jegyezte el, és idén nyáron nősül. Kérem fogadják lelkes ovációval Harry Goldfarbot! Igen, Harry! Igen, Harry! Igen, Harry! Szeretlek, Harry. Én is szeretlek, mama. Igen, a zenéje sem elhanyagolható, írja nekünk D. Hát igen, a Kronosz Kvartett írt zenét ez a filmhez, és azt lehet mondani, hogy a zenének a színvonalából következtethettek a filmnek a színvonalára. Falanszterbe zárt emberek élnek egymás mellett reménytelenül és kilátástalanul és mélységes elidegenedésben. A film az első felében felépít egy valagnyi illúziót, amelyet aztán a továbbiakban eleméről elemére a sárga földig lerombol benned, hogy a végére semmi nem maradjon, hogy a végére teljesen kifosztva érezzed magad. Hát ennél nyomasztóbb élményt, mint ez a film, igazából elképzelni se nagyon tudok. Egyébként, hogyha ezt a filmet, ezt megnézitek, akkor utána nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz úgy igazán mélyre alászálnotok egy filmélmény hatására. Tehát, hogy igazán, megmondom, ez a film egyáltalán nem hosszú. Egy 100 perces filmről van szó. Én életemben eddig kétszer bírtam végignézni, és mindvégig az volt a benyomásom, hogy úristen, ez egy nagyon-nagyon hosszú film. Tehát mindegyikről úgy emlékszem, hogy egy ilyen borzasztó hosszú, mint a 3 órán keresztül tartott volna. De még sincs benne üres járat. Tehát az benne a pokoli, hogy ez végig töményen azt adja, amit. Én azt gondolom, hogy azért gondoltam, vagy azért emlékeztem rá úgy, hogy egy nagyon hosszú film, mert olyan mély kútba zuhantam le, amikor a filmet néztem, olyan kilátástalanul mélyen voltam, ahova nem sütött be a nap, és nem láttam ki onnan, hogy az ott engem teljesen elzárt és elszigetelt, és az egy örökké valóságnak tűnt, az egy lelki számüzetés volt. De végignézni ezt a filmet. Egy dolog mégis nagyon nyilvánvaló, hogy megnézed a filmet, és aztán azt kell, hogy mondjad, hogy nekem nincs is semmilyen problémám. Tehát én, ha végignézek az életemen, nekem nincsenek problémáim. Tehát az a pokol, amit ez a film feltár, ahhoz képest így nekünk, most komolyan, mi az, ami velem történhet, amire azt mondhatom, hogy rossz? Semmi. Itt vannak az SMS íróink. Akárhányszor néztem meg, mindig úgy álltam fel, hogy soha nem nézem meg többet. De most is megvan. De ez velem is megtörtént már egyébként, és 4-szer láttam. 2 alkalommal láttam moziban. A nézők nem tudtak felállni a székekből. Lement a stáblista, és csak ültek. Nem rossz film, csak néha nekem kicsit túljátszott, például fekélybe szúrni. Miért is? Jó, a műsor, üdv Frigó. Hogy miért szúr a fekélybe? Konkrétan Harry miért szúr a fekélybe? Azért, mert heroinista. Hát mert heroinista, mert a heroin a létező legjobb fájdalomcsillapító, és ha beszúrja a fekélybe, onnantól nem fáj. Ezért szúr a fekélybe, azért szúr a fekélybe, mert nem érdekli, mert nem gondol a holnapra, mert ha nem szúrna a fekélybe, akkor gondolna arra is, hogy nem szabad heroinozni, mert és ez már nem a szakadéknak a széle. És akkor nem lenne fekélyes a karja. És akkor nem lenne fekélyes a karja, és talán az anyja sem lenne amfetaminista, mert talán egy kicsit odafigyelne rá, mert ő látja és tudja, hogy mi történik az anyjával, mégsem tesz ellene sem. Akkor azt mondja, hogy túljátszott, erről viszont eszembe jut, hogy milyen zseniális színészi játékok vannak ebben a filmben. Tehát az anya az olyanokat tud alakítani, amiért önmagában érdemes végignézni, bár rettenetes tényleg nézni, amit játszik, de ahogyan játsza, az tökéletes. Egy hatalmas színésznő Ellen Burstyn, és igazából ezt már korábban is tudtam, fiatalabb kori szerepeiből is, de ebben a filmben ebben a non plus ultrát adja. És azt is fontos megemlíteni, hogy olyan
brutális erejű rövid vágások vannak, felvillanásszerű vágások vannak a filmben. Olyan film nyelvvel találkozol, amikor ezt a filmet nézed, amit addig nem is nagyon láttál. Tehát, hogy így nem tényleg a kép és a hang így egyrészt néha sokszor így leszakadnak egymásról. Néha a cselekvések, azok csak bizonyos kép kockák erejéig rakódnak össze és vetülnek fel, és ezek aztán felismerhetőek a későbbiekben újra meg újra. A kábítószer fogyasztásnak az aktusa az mindig felvillanó képkockák formájában jelenik meg például, és az rettentő erős. És tökéletesen adagolja, tehát a rendező, az Aronofsky úgy vágja ezeket, hogy csak pontosan annyit, amennyit kell belőle, tehát csak a lényegét, a sűrűjét adja, és ezért is van az, hogy hosszabbnak tűnik a film, mert a nagyon rövid vágásokban is pontosan az van benne, aminek lennie kell, sem egy centtel kevesebb, sem egy grammal több, hanem ahogy az tökéletes. Milyen filmről beszéltek, srácok? Kérdezi Gabesz. Hát ez a Requiem egy álomért című, Darren Aronofsky film. Álomért című film 2000-ből. A legsötétebb utazás mindannyiotoknak a bűntudatába, a bűntudatoknak a mélyére, azokra a vidékekre, amelyekről talán nem is tudtok magatokban. Hanyasra osztályoznád ezt a filmet? Hát én képes volnék egy 10-est adni rá. Bizony, én úgy vagyok vele, sőt, hogy rendezés 10-es, színészi játék 10-es, zene 10-es, képi effektek 10-es. Én azt gondolom, hogy ez a film, ez mindenkinél kivágja a biztosítékot, aki szán rá 1 óra 40 percet.
said we got a winner. We got a winner. Van még néhány SMS. Eláruljátok, ki csinálta ezt a remixet? Hogy ne árulnánk el? Ez GMS Requiem, egy álomért remixe. Igazából ez egy Psytrance mix, és hát meglehetősen elképesztő, ahogy ennek a drogkarrier filmnek, sötét drogkarrier rémálomnak a zenéjére Goa partikon széjjel amfetaminozott srácok és lányok táncolnak és buliznak, de amellett, hogy ez egy mélységes sötét paradoxonnak tűnik, amellett pedig valahol egy vigasztaló dolog is, mert azt gondolom, hogy aki erre a zenére bulizik, az aligha nem látta már a filmet, aki pedig látta már a filmet, az abban már biztos, hogy van egy beépített fék ezzel a dologgal kapcsolatban. Tehát ő már azért pontosan tudja, hogy hol vannak a határok, és hogy mi vár rájuk a határnak a túloldalán. Nem vagyok azért biztos benne, hogy ezek látták, de elképzelhető, hogy a zene hatására megnézik, és már az is valami. Azért ez a film, ez minden DVD-tékában megvan, ez a film hozzáférhető, ez a film megtekintető, sőt megtekintendő. Kötelező. Az az igazság, hogy aki ezzel a filmmel közelebbről megismerkedik, az azt gondolom, hogy egy bizonyos mélységben már nem fog leereszkedni. Mert ott lesz egy csorompó, egy nagyon nagy csorompó. Egy ismerősöm konkrétan elhányta magát, miközben nézte. A zenéjét se felejtsétek el megemlíteni, hát már hogy felejtenénk el a Kronosz Kvartettnek a zseniális zenéjét megemlíteni. Szóval ezt a filmet, ezt mindenféleképpen tekintsétek meg, mert érdemes rá.